vízügyi projektzáró, tüdőszűrés. Tovább bővítik megyén kapcsolatait. Népszerű a Vátszalók térségünkben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. augusztus 12-én 18 óra 5 perckor. A környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében befejeződött a nagy műtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója vízügyi beruházás. A környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében befejeződött a nagy műtárgyak fejlesztése. A most véget ért projekt, melynek kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság és 6 területi vízügyi igazgatóság, 7 az igazgatóságok kezelésében lévő műtárgy felújítását valósította meg. Ezt Európai Uniós támogatással valósult meg, 6 darab nagy műtárgyat, úgynevezett nagy műtárgyat újítottunk fel az ország 6 pontján, és ezeknek jellemzően az egyik legnagyobb a Dunakrét és a Kiskörei duzzasztómű, és meg kell említenem, mivel ő a legöregebb, a Deák Ferenc Zsilipet Baján, amely szintén felújításra került. A Deák Ferenc Zsilip Aduvizig, a Dunakiléti duzzasztómű és a Nicki duzzasztómű Éduvizig, a Kvassai hajózsilip KDV vízig, a Kiskörei vízlépcső Köti vízig, a Góritározó zsilipje Nyuduvizig és a Nyugati főcsatorna beeresztő zsilipje Tivizig. Először is egy kicsit ugorjunk vissza az időben, egészen 2015 márciusáig, ugyanis az irányítóhatóság ekkor hozta meg a támogató döntését a nagymintárgyak rekonstrukciója című előkészítő projekt támogatására. Akkor 195 millió forint uniós forrást tudtunk felhasználni az előkészítésre, még az előző uniós ciklus terhére. Ez alapján én véleményem szerint nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy alaposan előkészített beruházás kerül a mai napon átadásra. Az előkészítő projekt célja egy átfogó rekonstrukciós koncepció kidolgozása volt, melyben sorra vettük a legsürgetőbb rekonstrukcióra váló műtárgyak listáját, és azok műszaki állapota, valamint vízgazdálkodásban betöltött szerepük alapján meghatároztunk egy sorrendet a halaszthatatlan beruházások előkészítésére. A cél már akkor is az volt, hogy a vízgazdálkodás infrastruktúrájának gerincét alkotó vízgazdálkodási műtárgyak biztonságos, üzemszerű működése és fenntartása biztosítható legyen. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kiválasztott nagy műtárgyak zöme a klímaváltozás már érezhető káros hatásainak enyhítését is szolgálja, egyrészt ugye az árvízvédelmi funkción keresztül, másrészt pedig a vízhasználatok, vízigények biztosítását szolgáló vízkormányzás, vízvisszatartás lehetőségének folyamatos biztosításával. Így született meg a döntés, hogy a Kiskörei vízlépcső, a Deák Ferenc zsilip, a Dunakiléti duzzasztó, a Kvassai zsilip, a Nicki duzzasztó, a Góritározó zsilipje és a Nyugati főcsatorna beeresztő zsilipje esetén hajtunk végre rekonstrukciós beavatkozásokat. Jelen projekt támogatási szerződése 2016. júniusában került aláírásra, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások eredményeként 2017. októberében került sor szerződés kötésre. A projekt összköltsége meghaladja 13 milliárd forintot. És pedig röviden az egyes műtárgyakat ismertetem röviden. A Kiskörei vízlépcső 1973-ban lépett üzembe, és két elkülönülő létesítményességből áll, ezek pedig a főműtárgy és a hullámtéri duzzasztó. A létesítmények a projektet megelőzően, nem esett át átfogó rekonstrukción az üzemelése során, több alkalommal csak kisebb felújítási munkálatokat tudtunk ott végezni. Jelen projekt keretében javításra került többek között a vastagabb műtárgy szerkezet, az elzáró és mozgató berendezések, a villamos berendezések, a teheremelő berendezések, a hullámtéri duzzasztók, valamint az üzemteli és parti létesítmények is. A kivitelezési munkálatokat az MBH Híd konzorcium végezte el az alábbi helyszíneken: Baja, Dunakiléti, Nick, Budapest, Kiskőre, Gór, Tiszavasvári. A fő cél az volt, hogy ezeket a kulcsfontosságú műtárgyakat olyan szintre felújítsuk, hogy a modernkor követelményeinek eleget tudjanak látni a feladataiknak, hiszen ezeknek valamennyinek kulcs szerepe van a víz visszatartásban, és hát azt nem kell hangsúlyoznom, hogy ez most mennyire fontos.
A beruházásra azért kerül sor, mert a műtárgyak jelentős részénél elengedhetetlenné vált a rendszeres felülvizsgálatok alapján meghatározott korszerűsítés, amelyre a Széchenyi 2020 program teremtett lehetőséget. A felújított művek alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk megőrzéséhez, javításához szükséges rekonstrukciós munka is kiemelkedő jelentőséggel bírt. Több beruházás is nyilván tervezünk, kérdés az, hogy a forrást meg tudjuk-e majd rá szerezni. Ugye még nem nyílt meg a következő Európai Uniós ciklus, amelyre várunk. Annak keretében remélhetőleg lesz lehetőségünk forrást találni, akár a nyugati főcsatorna, akár a jelsági főcsatorna tovább folytatására, tehát több ilyen létesítményt tervezünk, elsősorban a vízellátás, vízpótlás érdekében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén egy létesítmény rekonstrukciójára került sor. Önmagában a Tiszató az egy meghatározó mesterséges tó, mondjuk meg őszintén, amely olyan páratlan természeti adottságokkal rendelkezik, ami valamennyiünk számára fontos, nem csak a természetvédelem miatt, hanem nyilván az idegenforgalom, a pihenés, a turisztika, az energiatermelés, és hát valljuk be, hogy most van egy olyan funkció, és sajnos modernkori bűneinknek, hogy a PET-palackot is itt szedjük ki a Tiszából, amit felelőtlen emberek beledobálnak. Az idén 49 éves kiskörei vízlépcső a Tiszató szíve. Napjainkban is meghatározó szerepet tölt be az Alföld társadalmi és gazdasági életében. Ezért kiemelt fontosságú üzembiztonságának fenntartása. Sokan már elfeledkezünk arról, hogy a Tiszató nem egy természetes képződmény, hiszen jövőre lesz 50 éves, hogy a kiskörei vízlépcsőt beüzemelték, és létrejött a Tiszató. És ez a Tiszatavat, ezt folyamatosan karban kell tartani. Karban kell tartani a műtárgyakat, ami nem egy múzeumban való műtárgy, hanem ez a vízlépcsőnek a része, a duzzasztó művet karban kell tartani. Tehát egy olyan folyamat, amit minden évben, minden időszakban rá kell fordítani, az elavult dolgokat felújítani, és most egy hatalmas felújítás történt itt Kiskörén a vízlépcsőnél, és én azt gondolom, ez is több tíz évre meg fogja oldani ezt a problémát, de vannak több problémák, akár a öblítő csatornák kotrása, akár a víz szinttartása, tehát folyamatos munka, ami itt a Tiszatónál van. A projektnek köszönhetően a duzzasztó művön, a Hajózsilipen és a hullámtéri duzzasztó művön felújították a vasbeton felületeket, a fém szerkezeteket, a gépészeti és a villamos berendezéseket. Most már beüzemelt az a kotró, amelyet a tavasszal adtunk át, amely itt a Tiszatavon fog folyamatosan szolgálatot teljesíteni, tehát egy rakás eliszapolódási problémát meg fog oldani, de abba kell gondolkodni, hogy a Tiszató nem csak önmagában kell nézni, hiszen a Tiszatónál lejjebb az úgynevezett alvízen, a kiskörétől lejjebb lévő részen, Szolnok, Csongrád irányában olyan alacsony a vízszint, hogy ezt a problémát is kell megoldani, hiszen úgy tartható a vízszint itt az alvízen, hogy a Tiszatóból engedünk le vizet. Tehát meg kell oldani műszakilag, hogy akár Csongrádnál is duzzasztás legyen, most erre tervek készülnek, tehát a vízügy és a vízügyi beruházások egy olyan beruházás, amit komplexen kell kezelni, mert hogyha hozzányúlunk egy részen, akkor az hatással van a többi részre. Tehát mint egy vízügy szakembernek, mint egy sakkozónak nagyon sok lépéssel kell előre gondolkodni. Az országos projekt eredményeként felújított 7 műtárgy továbbra is képes lesz ellátni jelentős térségi szerepét az árvízvédelemben, az ivó és öntözővíz biztosítása, az energiatermelés, a hajózás, valamint a szabadidős és rekreációs célú hasznosítás területén. Szepesi Tibor polgármester közleménye következik. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tüdőszűrés 2022. augusztus 8-ától továbbra is nyitva tart. A naponkénti szűrési idő változatlan. A végleges befejezés időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást. Szorosabbra fűzi megyénk az együttműködést a Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel. Eredményes megbeszélést folytattam tegnap hivatalában dr. Tóth Tibor úrral, a Szlakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet fő igazgatójával. Áttekintettük a szakterület aktuális és várható pályázati lehetőségeit. Szó esett arról is, hogy a Jászhegyszolnok megyei önkormányzat és a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet a jövőben szorosabb együttműködést alakít ki annak érdekében, hogy megyénk civil, állami és önkormányzati szervezeteit hatékonyabban segíthessük
a feladatellátásban. Hamarosan Szolnokon, a megyeházán folytatjuk az egyeztetést főigazgató úrral, áll Huba Imre televíziónkhoz eljutatott közleményében. Töretlen az abátszalók és strand népszerűsége a nyári kánikulában. Abátszalók a Tiszató partján Tiszafüred és Szolnok között fekszik. A város a mozgalmas vízparti üdülésekről, vízisportokról és a gyönyörű környezetéről híres. Reméljük, hogy az elmúlt két év sikereit idén is tudjuk biztosítani. Mi felkészültünk egy kis újdonsággal is az idei évre, itt megújítottuk a homokfoszi és strandöplabda pályánkat, úgyhogy mi nagy szeretettel várjuk a vendégeket. Abátszalók egyik fő turisztikai látnivalója a Tiszató, amely az elmúlt években rengeteg fejlesztésen, újításon esett át, amelyek mellett a strand megőrizte nosztalgikus hangulatát is. Így az elmúlt években a strandoló vendégek azt egy ilyen 60 ezer fős szezont tudtunk magunk mögött, erre még rájöttek a kerékpáros vendégek is, úgyhogy az tavalyi évben egy 25 ezer fő volt, aki itt a nyári szezonban a strandunkkal látogatott, úgyhogy ezt a számot szeretnénk idén is elérni, vagy még túlszárnyalni, bizakodunk. Programokkal is készülünk, ugye vannak az állandó programjaink, minden szerdán és pénteken ingyenes kertmozival várjuk este 9-kor a hozzánk látogatókat, hétvégén a nagy sikerű vízi zumbánk, ami mindig várja a vendégeket, és a augusztus 20-ai ünnepi műsor sem maradhat el, ott is egy koncerttel és tűzijátékkal kedveskedünk a vendégeknek. A strandon mindenki megtalálhatja magának megfelelő programot, legyen szó akár családokról, vízi sportkedvelőkről, vagy csak szimplán pihenni vágyókról. Elsősorban belföldi vendégek, ilyen 5% alá esik a külföldi vendégek száma, de azért jönnek Németországból, Belgiumból, Hollandiából elsősorban. Ugye egyre inkább ugye a minőségi szálláshelyeket keresik a vendégek, és úgy hiszem, hogy ebben az egész tiszatóvi régió fejlődést mutat, úgyhogy van kínálat bőven, úgyhogy reméljük, hogy lesz kereslet is. Aki pedig merészebbnek érzi magát, és izgalmasabb programra vágyik, a számtalan vízisport közül választhat. Vízi ejtőernyőzés, vízisi, vízi banán, jetski, vízi bob, wakeboard vagy wakesurf, illetve SUP. A strand területén több vendéglátóegység működik, ahol a felnőttek és a gyermekek is megtalálják a kedvükre való finomságokat. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!